Egy bácskai rizses húst fogok készíteni. Szükségünk van egy körülbelül fél kilónyi húsra. Én általában sertéslapockát szoktam ehhez használni. Két kisebb fej vöröshagymára, egy kevéske sóra, egy két evőkanálnyi piros paprikára, egy 6-8 paradicsom, 3-4 paprika, illetve aki szereti, azt nyugodtan tehet bele egy kis erőset. Az első feladatunk az lesz, hogy ebből a combból egy pörkölt alapot készítünk. Gyorsan összedarabolom a hagymát, majd egy edénybe egy kevéske zsíradék segítségével megpirítom. Hát ezt nem hiszem el, hogy két hagymátos zsírok. Egy edényben felmelegítem a zsíradékot, nem szükséges hozzá nagyon sok zsíradék. Hát, rájál ide! De hát te is könnyezel! Miközben pirítjuk a hagymát, daraboljuk össze a húsit, nagyjából ilyen centis kockákra. Majd amikor megfelelően megpirult már a hagyma, akkor rakjuk hozzá a húst, és egy kevéske sót teszek még rá, és teljesen vissza fogom megpirítani zsírjára. Lepirítottuk a húst teljesen zsírjára, ilyenkor hozzáraadom a piros paprikát. Ugye a zsíradékban sokkal jobban ki fog jönni a piros paprika színe. Oda kell figyelni, nehogy megégjen, ilyenkor én leszoktam venni takarékra a tűzhelyet alatta. Belerakom a összedarabolt paprikát, az összedarabolt paradicsomot, belerakom a rizst, és a rizs mennyiségéhez képest kétszeres mennyiségű folyadékot. Alaposan összekeverem. Én még egyszer itt a tűzhelyen össze szoktam forralni. Az összekevert húst és a hozzávalókat beleöntöttem ebbe a kis sütőedénybe. Fedőt helyezek rá, és 160 fokos sütőbe 20 percig fogom párolni.